Szevasz. Egy kávé gyorsan nyomassál, borzalmas napon volt. Igen. Mi ez a kubleráj? Hát nem igaz, hogy... Á, nekem fejlek egy picit. Ezt mi nem csináltad meg előbb? Ne haragudja. Hozz egy kávét. Igenis. Teljesen kész vagyok, bazd meg. Nem lehetne ezt a mai melót áttenni? Nem. Kicsába, hát ezért fizetnek a kurva életbe. És kell a lóvé. Mindet csináljuk meg. Főnök a kávéja. Kösz. Milyen kávé ez, bazd meg? Mikor iszom én tejjel? Ne haragudjon, főnök. És hol a bögrém? Olyan hülye vagy, bazd meg, mint 6 pár rendőr csizma. Mióta vagy itt már velem? Mióta dolgozol nekem? Nem sokáig fogsz itt dolgozni. Hozom a másikat, főnök. Ez ott látod végre a kis bögrém. Hát nem teljesen forró volt ott, én nem is szeretem, de le van szarva. Na végre. Szia! Hello! Szevasz! Szasz! Jó, légy szesülj ide oda, meg gyere vele. Főnök a modell, ő meg a Csukás Tibor fotós. Szia, fotoművész. Hogy néz ki ez a modell? Milyen modellt hoztál aztán? Semmi mellé. Kész. Fordulj meg egy pillanatra, légy szíves. Olyan lapossággal van, bazd meg. Hát, hogy tudunk itt címlapot csinálni ezzel a nővel? Komolyan gondoltad ezt? Mit csináljak, főnök? Hát, bazd meg, azonnal keríts egy fiúrámból egy normális modellt. Nem érdekel, hogyha többbe kerül a gázsia, de kurva jól nézzen ki. Nem lehet dolgozni. Tucatni. Hozz egy normális. Hozok, főnök. Jól van, menjünk akkor. Jó dögös smink kéne neki, mert nem volt vele megelégedve a fotós. Csücsülj fel! Meg tudod csinálni nagyon jóra, mert új modellt kéne szerezzek, de nem akarok. Legyél nyugodt meg! Jó van. Hú, csak jó legyen. Ez olyan geci ez a fotós, mint az állat. Nem igaz. Ki van tőle? Francba. Segéd, hol vagy? Hozzam egy cigit. Jövök. Főnök, kidolgozta a koncepcióját? Koncepció? Mit kell azon kidolgozni? Az csak az amatőrök dolgozzák ki előre a koncepciót. Jegyezd meg jól, fiam. Manapság a mai rohanó világban nincs arra idő, mert ki fizeti azt meg, hogy te koncepciót találj ki fotózások előtt. Fogsz, veszel egy régi újságot, kinézel valami szuper-hiper képet, és lemásolod. Ennyi. Koncepció. Gondolkodni. Kidolgozni előre. Marhaság. Mikor jön a másik csaj? Jön mindjárt, nem sokára, már telefonáltam mindjárt. Tuti? 5 perc. És milyen csaj, hol néz ki meg? Azt mondták, hogy igen, azt mondták.
akkor kettő, jó? És ha ez elémet hoz vissza, mert pofán vágunk. Oké, és jó, rendben. Na, csá. Főnök, megjött az új modell. Bemutattam, ő Vivi, ő a fotós. Sukás Tibor, fotoművész. Ez már modell. Első osztályú, nem olyan, mint az előző. Szívem, te nyugodtan lazítsa, addig mi előkészülünk a fotózásra, menjél, így áll valamit. Helyezd meg a kényelembe, majd szólunk. Segít, add ide a gépemet? Igen, főnök. Ragd már össze, ahogy már én csináljam. Óvatosan, tudod, milyen drága gép. Egyszer majd talán neked is lesz ilyen. Finoman, finoman. Tessék, főnök. Kösz. Modell, legyen szíves, fáradjon ide hozzám. Ne állj már oda eléje. Hogy pocózzak ki? Bocsánat, főnök. Mögése állják. Húzzák kifele a képtől. Onnan is tudsz papázni. Valamilyen nem volt ki a kioldó. Igaz is meg? Most próbálja. Ne állj úgy, mint egy tehén. Próbálj nőiesebb lenni. Lábakat széttesszük egy kicsit. Jobban, jobban. Ez az, így. Csípőre a kéz. Igen. Kipucsítunk rendesen. Lássam a kezedet. Hát ne dugd el, mert így úgy néz ki, mintha csak egy kezed lenne. Több arcot kérek. Ott belóg egy hajszál a szemedhez. Segéd, valami gáz van. Nem tudok exponálni. Főnök, hát nincs bekapcsolva a gépbe. Mondtam, hogy alig aludtam. Én is hibázhatok, nem? Valami gáz van. Segéd, valami nem oké. Főnök, leveszem a blendes sapkát. Hát erre igazán figyelhettél volna. Hogy már raktad össze ezt a gépet? Ezt a csávót ki kéne találni. Most figyelj, szívem! Ez az! Kész a címla! Gyere csak ide! Ezt nézd meg! Készült már egy kép rólad? Nem mondd azt, hogy az a életed legjobb képet.